Horvátország és Magyarország kapcsolatában komoly előrelépés történt az elmúlt időszakban. Ezt támasztja alá az, hogy 2017-ben 4 évnyi kihagyás után ismét ülésezett a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság. A 2018-as Budapesten megtartott találkozójuk után 2019. december 12-én Zágrábban tartottak plenáris ülést. A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált Horvátországban. Ezt Kalmár Ferenc, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa jelentette ki Zágrábban a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 15. ülésén. Alapvető dolog, és ne felejtsük el, hogy nagyon megbecsülik Horvátországba a magyar nemzetiséget, valamint Magyarországon a horvát nemzetiséget. Ez a magyar alkotmányban benne van, hogy minden magyarországi nemzetiség a magyar államnak szerves része és építő eleme. Ez nagyon fontos elem. Itt pedig hát a kollektív jogok el vannak ismerve, parlamenti képviselete van a magyarságnak, és el tudtunk kérni olyan eredményeket, amelyek tényleg kézzelfoghatóak. Zvonko Milász horvát társelnök szerint a horvát nemzeti kisebbség Magyarországon és a magyar nemzeti kisebbség Horvátországban magas szintű kisebbségi jogokat élvez, ami Európában példaértékűnek számít, a Vegyes Bizottság által elért eredményeket pedig több mint kiválónak értékelte. A rezultáti, koje smo postigli u zadnje 3 godine, doista su, rekao bih, više nego dobri i sve ono što činimo, sve ono što vlada usvaja kroz preporuke koje se donose na sjednicama međuvladinog mešovitog odbora, doista imaju za cilj promoviranje manjina, ali uopće svakodnevnog života ljudi koji žive u obje države i vjerujem da će današnja sjednica biti u istom tonu, da će preporuke koje donesemo imati za cilj daljnju promociju i, rekao bih, razvoj cjelokupnih odnosa između dvije države. Horvátország kül- és európaügyi minisztere is példaértékűnek és európai szinten iránymutatónak jellemezte Horvátország és Magyarország viszonyát, valamint a horvátországi magyarokkal és a magyarországi horvátokkal való törődést. Dva naroda, 800 godina zajedničkog života, Hrvati u Mađarskoj, Mađari u Hrvatskoj, to je najljepši, najbolji primjer u Europi kako dvije države, dvije vlade, dva naroda koja su slični, imaju, dijele istu kulturu, jako dva jezika, ali istu kulturu, jako lijepo rade, žive, surađuju. Ja samo to mogu kao i bivši veleposlanik u Budimpešti potvrditi. 5 godina sam radio u Budimpešti, a evo sutra Holnap Budapešten Lesek. Tako da imamo jako dobre kapčolat. Horvátország és Magyarország között nagyon jó, legjobb a kapcsolat van. A horvátországi magyarság képviseletében a Vegyes Bizottsági Ülésen Andócsi János, az Eszéki Magyar Oktatási Központ igazgatója, és Jankovics Róbert, magyar kisebbségi parlamenti képviselő volt jelen, aki szerint az ülés fontos mérföldkő a horvátországi magyarok életében, mert olyan jogi hátteret ad a magyar kisebbségi ügyeknek, amelyeket az ajánlások alapján mindkét kormány fel fog vállalni. A mai kisebbségi Vegyes Bizottsági Ülés is egy rendkívül fontos mérföldkő a horvátországi magyarok számára, hiszen olyan jogi hátteret tudunk majd teremteni nekünk fontos ügyekre, amelyeket mindkét kormány, mindkét ország föl fog vállalni. Itt elsősorban számunkra a Horvátországi Magyar Oktatás és Művelési Központ még visszamaradt ügyeit kell minél pontosabban és minél határozottabban ajánlatokba formálni, illetve mi abban bízunk, hogy a következő egy évben a zágrábi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület székháza is tartósan meg fog majd oldódni az itt megfogalmazott ajánlások alapján. A Vegyes Bizottság ülése is bizonyítéka annak az utolsó nyoma, hogy a két ország közt a nemzeti kisebbségek, így a horvátországi magyarok is nem csak az összekötő, hanem azt mondanám, hogy a két ország közötti kapcsolatoknak az alappillérévé váltunk. A bizottság megállapította, hogy az elmúlt 2 bizottsági ülésen és a társelnöki találkozókon együttműködő és építő jellegű munkát folytattak, és megállapították, hogy mindkét fél fontosnak tartja a jegyzőkönyvben felvállaltak végrehajtását.